Miért küldök SMS-t vagy üzenetet az időpontod előtt, amit megbeszéltünk hetekkel, hónapokkal korábban, és akkor előtte egy fél nappal vagy egy nappal érkezik tőlem egy üzenet? Miért van ez? Merül fel sok mindenkiben a kérdés. Ez a fodrász, ez grafomán, vagy mi van vele, hogy állandóan irogat? Ez a fodrász, ez biztosra akar menni. Ugyanis tudom, hogy sok mindent láttam én már, olyan jó pár éve dolgozom, hogy hogy tud feledésbe merülni egy időpont. És ilyenkor én mindig viccesen azt szoktam mondani, mikor nem jössz hozzám, és utólag rájössz, és felhívsz, hogy fú, nem mentem, hogy hát biztos nem volt elég rossz a hajad, úgyhogy végül is ez nekem egy bók. De marha kellemetlen, amikor utána csak hetekre rá tudok időpontot adni egy ilyen elfelejtett időpont, egy ilyen elfelejtett megjelenés után. Na most, nekem ez nem túl nagy fáradtság, naponta leülni 10 percre, hogy írjak a másnapi vendégeknek, hogy jönnek-e, és nagyon örülök, amikor visszaírnak, elég csak egy like-jel, vagy egy oké, vagy egy bármi, hogy nekik is ez ugyanolyan fontos, mint nekem, és ők is ugyanúgy értik azt az időpontot, mint ahogy én. Tehát a 9.15 az nem 9.45, mert ez szokott lenni egyébként egy fő probléma, az ilyen 15-ös, 45-ös időpontok azok így nem mindig rögzülnek helyesen. Illetve van olyan, hogy valaki a napot eltéveszti, és mondjuk egy nappal később jönne, vagy mindig mondjuk nem tudom, kedden este 6-kor szokott jönni, de abban a hónapban nem tudtunk kedden este 6-ra beírni időpontot neki, hanem hétfő este 6-ra írtuk, és akkor hétfőn mondjuk neki úgy nincs benne a bioritmusába, hogy fodrászhoz kéne menni, kedden meg más valaki van beírva este 6-ra hozzám. Szóval az ilyen félreértések elkerülése miatt szoktam én ezt letisztázni, ez a fix, ugyanis tudom, hogy hogy van ez, hogy felírom egy papírra neked, hogy mikor van időpontod, azt elveszíted, beírod a telefonodba, a naptárba, közben új telefonodban nem mennek át a naptárbejegyzések, kiragasztod a hűtőre, de leszedi a gyerek. Tehát annyi minden történik, hogy nagyon extrémeket is tudnék mesélni, de nem akarlak most ezzel fárasztani titeket. Úgyhogy én biztosra szeretek menni, küldök egy SMS-t, ha nem küldök, hát akkor sajnos én magam felejtettem el, de nem azt, hogy jössz, mert az be van írva a naptáramba, az nekem szentírás, hanem elfelejtettem írni, vagy nem volt 10 percem se aznap, hogy írjak. Ilyenkor egyébként a szemfülesek, ők maguk szoktak írni, hogy ha hó kedves fodrászom, holnap megyek ekkor meg akkor, és én egyébként ennek is nagyon örülök. Úgyhogy lehet ez egy ilyen interaktív dolog, örülök, hogyha válaszolsz, hogyha akkor, ha nem vagy ilyen válaszolgatós, akkor azt kérem, hogy abban az esetben, ha azt lemondanád, mert az utolsó pillanatban mégis közbe jön valami, és közbe jöhet akár az utolsó pillanatban is, én ezt is tudom, akár idefele jövet is, légy szíves, szólj! Ne vegyük el másszor a lehetőséget, jó? Mert hogyha te lemondod azt az időpontot, akkor én mást még esetleg meg tudok csinálni abban az időben, és más megörülne neki. Jó? Úgyhogy velem is történt már olyan, hogy délelőtt vagy reggel még elküldtem nagy boldogan az üzeneteket, hogy fú, várok mindenkit, izé nem tudom, délben meg mindenkit le kellett mondanom, mert délre megbetegedtem, tehát előfordul ilyen, nincs ebből probléma, se oda, se vissza, csak tudjunk erről. Köszönöm szépen, várlak titeket pontosan, és még itt egy kis zárójeles megjegyzést engedjetek meg nekem, hogy légy szíves, sokkal előbb ne gyertek az üzletbe. Egyrészt tudjátok, hogy nem egy olyan hatalmas üzlet, tehát nem tudunk itt nem tudom hányan elférni várakozókkal együtt, ugye? Ezért nem is írom halomra a vendégeket, tehát mindenkire jut hely és idő. De hogyha valaki ilyen 20-25-30 percekkel előbb érkezik, sajnos ki kell várnia az idejét, tehát akkor már inkább menjen el, intézzen el valami, mit tudom, posta, gyógyszertár, annyi minden van itt, hát remélem nem a gyógyszertárba kell menned, de hogy biobolt, meg könyvesbolt, meg nem tudom, szóval valahogy engem annyira tud frusztrálni, ami úgy érzem, hogy rám vársz, pedig még nem jött el az időpontod, de mégis, szóval ha ki tudod számítani, hogy pontosan érkez, vagy mint 5-10 perccel előbb oké, csak légy szíves, ilyen nagyon sokkal előbb nem, mert nem szeretek ilyen tumultust itt az üzletbe. Nagyon szépen köszönöm, és várlak továbbra is szeretettel. Sziasztok!